Ha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor az az egy kérdés merül mindig fel a vállalkozókban, és az emberekben, akik a hivatalokhoz fordulnak, hogy milyen gyorsan és milyen hatékonyan tudunk bármilyen ügyet elintézni. És a világ már abban az irányba fordult, hogy a vállalkozásoknak, a vállalkozóknak, a vezetőinek azonnal kell dönteni, és az azonnali döntés, az idő, az pedig pénz. Most ebben nem nagyon fér bele az az ügyintézési határidő, hogy akkor 30 vagy 60 nap múlva válaszolunk, és lehet, hogy vannak már olyan tapasztalt, rutinos vállalat és cégvezetők, akik már előre tudják a választ is. Mert hát nyilván nem ez volt a kérdés. Saját magam is, nem Zal megyében tapasztaltam, hogy a kérdése inkább az a válasz, hogy mit miért nem lehet megoldani. Mert ezeket úgy meg szoktam hallgatni, de mindig azt szoktam megkérdezni, hogy szeretném megkérdezni, hogy ezt hogy lehet megoldani. Tehát keressük a megoldást. Akik ma itt ülnek és akiket képviselnek, biztosan állíthatom, hogy Zala megyében az önök szolgálatára és egész megyének lakói szolgálatára azért vannak, hogy ezt a kérdést fogják és szeretnénk megválaszolni. Minden olyan jogszabály rengetegben és a bürokrácia rengetegében, amely hát köti őket is. Lehet, hogy emberileg és szakmailag tudják és szeretnék is gyorsabban intézni, de a jogszabályi hegyek ezeket nem engedik. Az országgyűlés előtt van egy olyan elképzelés, ami természetesen ezt a bürokratikus rendszert egy picit lebontja. Én bízom benne, hogy minél hamarabb ebből a rendelet vagy törvény.